Srácok, a mai videóban meg fogunk nézni 8 darab olyan reklámot, amiket elvileg betiltottak, mivel annyira rémisztőek voltak. Már van egy pár ilyen rész a csatornán, ahol ilyen reklámokat nézegettünk meg, és hát most összeszedtem még néhányat, amiket talán nem láttunk, illetve ezt az egyet láttuk, de ez a rémálmom, ez a reklám, szóval ezt azért válogattam ide be. Ja, és ezt leszeretném szögezni, hogy nem néztem meg előre ezeket a videókat, szóval nyugalom. Mit tudunk erről a reklámról? 8 millióan látták. Azt mondjuk elfogadnám. Jó, sok minden nem tudunk meg a leírásból, majd a videóból megtudunk. Igen, gyerekek, eléggé nyomasztó zenével. Meg elég nyomasztó nézéssel. Jó napokat! Tisztelet! Mik ezek? Az meg egy zombi? Ez mi, bohóc? Igen. De miért? Ez miért kell gyerekekhez? És mi történik? Azon meg egy maszk van, elrabolják a gyereket. A jó, most meg ezt látják a gyerekek. A részek felnőttek megjelenése. Várja, ez így látnak a gyerekek minket, amikor iszunk. Oké, szóval ez egy felhívás arra, hogy ne igyál. Hát elég érdekesen volt ez itt állalva. Ez én mindig nem értem, hogy mit láttam. Hát értem én, hogy gondolom azt akarták ezzel ábrázolni, hogy a gyerekek, a kicsi gyerekek, hogyha részeg a szülő, akkor egy szörnyetegnek látják. Szó szerint szörnyetegekkel ábrázolták a szülőket. Amúgy ötletes, tehát megadom, de ez a zombi, ez itt elég nyomasztó. Elég nyomasztó, még úgy kb. Az összes ilyen karakter, a bohóc is. Ez meg hát hagyjuk is. Na jó, hát ötletes meg minden, de lépjünk is a következőre. Ez is egy Publu Shocker Shocking Anti-Drunk Driving. Oké, szóval megint egy ivós videó lesz, hogy ne igyál. Ne igyál, mert nem jó. Srácok, ezt jegyezzétek meg. Ne így áll vezetés közben. Igen. Azt a rohadt élet. Ott mi van? Van magasabb felbontás? Nincsen. Ott miért tört be az üveg? Ja, hogy ezzel azt akarták ábrázolni, hogy mintha be esne egy fej a szélvédő, már mint hogy elütsz valakit, vagy karambolózol. Értem, értem. Jó, hát nézzük tovább. Ja, és ez egy... Ú, de hangos. Ért, ez amúgy nagyon ötletes. Oké, picit morbid, meg beteg, de ez pont egy kocsmának a WC-jébe rakták bele. Igen, ez így eléggé elgondolkodtató. Szépen be vannak csicsentve az emberek, és hogy valószínűleg, hogy egy ilyet láttak a tükör előtt, nem biztos, hogy haza fognak vezetni. Mondjuk nem tudom, hogy most levágják-e, hogy ez most micsoda, vagy összeszarják magukat és inkább kisétálnak. De értem a koncepciót. Szóval ez valóban megtörtént, tehát ide felszereltek egy kamerát? És ezek valós emberek? Nincs megjátszva? De beszarnék amúgy élőben, hogy jó Isten, de betegek. Ez is, mondom, ötletes meg minden, de nem hiszem, hogy ez... Hogyha valaki részeg haza akar vezetni, akkor ez nem fogja őt megállítani, szerintem. De para. Tehát én ott a helyben összefostam magamat, az fix. Még videón keresztül is befostam. Most gondolj, mert nézed magad a tükörbe, azt egyszer csak egy fej betöri az ablakot, vagy a üveget, tükröt. Értitek? Nézzük a követ. Jaj, ne. Ez a videó. Jaj, ez a videó. Ez nem ijesztő. Ez valamiért számomra kegyetlenül nyomasztó és bizarr, leginkább a zene miatt, ami copyrightos, szóval körülbelül 2 másodpercet fogom belőle hallani. Ezt megmutatom, hogy mi történik itt. Tehát japán néni, igen, egy japán néni, és egy tökre kifestett gyerek ül a szalma szálakon, és ennyi történik. És ez a zsebkendő reklám. Tehát nézzétek meg. Tehát alapból ez a kép, hogy a háttér is ilyen sötét narancssárga, a gyerek is sötét narancssárga, és a zene alatt, ami megy, az meg ilyen. It's a fine day, people open windows, they... És tudom, hogy ebből a zenében vannak remixek, meg minden ilyen baromság, de én utálom. Kiráz a ideg, hogyha meghallom ezt a zenét. Nem, nem jó, nem jó. És mások meg szeretik ezt a zenét is. Ez egy kicseszett papír zsebkendő reklám. Csodálkoznak, hogy izé betiltják. Hát hogy néz ki? Ez kisgyerek meglátná? Nem is kell, hogy kisgyerek legyen. Bárki meglátja. Nem fog jól aludni, az fix. Ennek az a cím, hogy igazság, a dohány megöl 1200 embert egy nap. Oké, ez egy anti-cigi reklám lesz. Mik ezek?
tüntetés van? Vonulás? Na várjál, várjál. Ide jött 1200 ember egy nagy dohányvállalat székházához, egy székháza elé, majd mindegyikük be volt számozva, hogy ő a 600-dik az 1200-dikból, és egyszerre összeestek. Na most az a kérdés, hogy ez ténylegesen megtörtént-e, vagy előre le van rendezve? Mert ha ez ténylegesen megtörtént, és oda mentek tényleg ez a dohányvállalathoz, és ott összeestek 1200-an a székházuk előtt, az para. Ennyi embertől meg egy nap a cigaretta. És ezt akarták gondolom szimbolizálni annak a dohányvállalatnak, hogy ezt ti okozzátok. Ő túlélte! Hajrá! Gondolkodtatok már azon, hogy kivesztek egy szabad napot? Ez mennyire durván nézett, hogy összeesnek. Egyszerre. Csóri csávó, aki meg ott dolgozik a... benne a székházban, az pedig kinézett az ablakon, fődök! Baj van! Hva fan spejl, spil, psychedelic hallucination in mirror. Mi van? Nem értek svédül, vagy finnül, vagy nem tudom milyen nyelven van ez, de hangos. Mit kell itt, mi fog itt történni? Mit csinál? Ez bizarr. Ez nagyon bizarr. Amúgy ilyen velem is szokott lenni. Próbáljátok ki, hogy nagyon sokáig nézitek magatokat a tükörbe és grimaszoltok, akkor egy idő után eléggé furcsán fogtok kinézni. Itt is ez történik. Jézus ereje. Oké, értjük a lényeget. És itt mit kell, mit akar reklámozni? Lássák, yes, Gyertsen 2006. Kommentből se derül ki, hogy ez, miért hogy ez milyen reklám akar itt lenni, de itt mindenki azt írja, hogy velük is volt már ilyen, hogy nézték magukat, grimaszolgattak a tükörbe, aztán egy idő után pontosan így nézett ki, mint a videóban látható emberke. Jó, az nem volt reklám. Vagy nem tudom, hogy ez most reklám volt-e, vagy se, az biztos, hogy ez rohadt para. Tehát itt az egész hang, ami alatta van. A hang meg az arcok az, ami az egészet ilyen félelmetessé teszi, ami úgy. Julie know her killer. Seatbelt road safety advert. Oké, okay, szóval Julie tudja, ki a gyilkosa. És ez egy olyan reklám lesz, hogy arra ösztönöz, hogy kösd be magad. Igen? It was her son. He wasn't wearing his seatbelt. After crushing her. Oké, ez ki lesz szabályosítva, ez picit ketchupos ez a rész. De miért kellett ezt így tálalni? Értem, hogy kössük be magunkat, de hogy ez most így kajak, ezt leadták valahol. Ki az, aki nem kötötte be magát? A nő bekötötte magát. Ő biztos túlélte. A csávó a háttérben, ő nem igazán, tehát ő picit előre bukott. Meg nem volt egy hatalmas kocsa amúgy ahhoz képest. Ő viszont be volt kötve. Neki az égvilágon semmi baja nem lett, srácok. Mindig kössétek be magatokat, ez nagyon fontos. Nézzük, van még kettő videó. Don't drink and drive. Ez is ugyanaz. Ne így áll és ne vezess. Ez egy kép rólam, mielőtt elütött volna engem egy részeg sofőr. Mielőtt az autó kigyulladt. Mielőtt két barátom meghalt. Mielőtt 40 műtéten estem volna át. This is me when my life was just like anyone else in college. This is me after being hit by a drunk driver. Don't drink and drive. Oh. Oké, okay, ez nagyon ütött. Ez most nagyon ütött. Tehát így már azért teljesen más hatása van ennek a reklámnak. Hogy nem valami random nő mondja azt, hogy ne így áll, és ne vezessél, se izé. Hanem ténylegesen egy ember, aki hát ennek az áldozata lett lényegében. Hát ez nem volt ijesztő, ez inkább szomorú egyébként. Ez inkább szomorú, de nem baj, még van egy videó, amit meg fogunk nézni. Mistakes, hibák. Ez is egy autós. Hát ez is egy ilyen autós nap. Megáll az idő. Az égen néma álló csillagot. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake.
Na várja. Tehát mielőtt összeütköztek volna, megállt az idő, és most ők kiszálltak, és most egymással dumálnak. Most azt dumálják, hogy... Értem. Miért mentél ilyen gyorsan? Sajnálom. Úristen, srácok, kiráz a hideg ettől a reklámtól. 100 km/h megy. Hátra néz a gyerekére. Más emberek hibáznak. Lassíts le. Jó, nem kell magyarázom, mi történt, láttátok. Ez rohadt jó, ez a reklám. Ez rohadt jó. Megállt az idő. Kiszállnak, megdumálják, hogy mi történt. Aztán pedig tudják a sorsukat. Elindul az idő. És kaku. De még ahogy hátra néz a gyerekére. Ez nem jó, miért ilyen szomorú az utolsó két videó? Az utóbb ez para lesz. Na jó van, srácok, itt várjuk. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a videóban. Ha tetszett, ne felejtsetek el lájkolni és iratkozzatok fel a csatornára. A következő videóban találkozunk. Jók lehetek. Szevasztok.